modern magyar katolikus politizálás arcképcsarnoka című kötet sajtónyilvános bemutatóját rendezték meg Almás Kamaráson. A kötet a magyarországi keresztény demokrácia több mint egy évszázados történetéből emel ki néhány jeles alakot. Településünk számára óriási öröm és megtiszteltetés, hogy helyszínül szolgálhat a rendezvény lebonyolításánál. Szeretném megköszönni dr. Latorcai János alelnök úrnak, Szevelédi Zoltánnak, a megyei elnök úrnak, a Barankovics Alapítványnak, hogy támogatták a könyvbemutató megrendezését itt Almáskamaráson. Köszönetemet fejezem ki minden jelenlévőnek, aki elfogadta meghívásunkat, megtisztelt és ellátogatott hozzánk, hogy együtt emlékezzünk a könyvben szereplő kereszténydemokratikus politikusainkra. Közöttük élt és munkálkodott településünk szülötte, a sváb származású Károlyi Bernát, ferences szerzetes atya, általános iskolánk névadója. 2012-ben táblát szenteltünk születésének 120. évfordulója tiszteletére. Személyes életútja, munkássága például szolgál mindannyiunk számára. Egész életében azon fáradozott, hogy segítsen az elesetteken, bajba jutottakon, erőt adjon az embereknek, hogy a legnehezebb időszakban is legyen hitük, kitartásuk a céljaik elérésében. 1949-ben bebörtönözték, megkínozták, raptársait így vigasztalta akkor. Itt is velünk van az Isten, és még ebben a pokolban sem hagy el minket. Súlyos bántalmazások következtében 1954. március 2-án Budapesten egy rabkórházban hunyt el. Most, amikor napjainkban ez a veszély nem fenyeget bennünket, legyen gondolatai számunkra is követendőek. Legyen hitünk, kitartásunk, céljaink elérésénél, bízunk a Jóisten szerető, segítő gondoskodásában. Almáskamarás minden lakója méltósággal őrzi történelmi múltját, ápolja nemzetiségi hagyományait és védi értékeit. Mindannyian elkötelezettek vagyunk abban, hogy együtt emlékezzünk történelmünk sötét korszakainak elszenvedőire, és példát mutassunk az utókor számára, hogy ilyen borzalmak soha többé ne legyenek a világon. Településünk minden esztendőben koszorúzással és néma főhajtással emlékezik a kommunizmus és más diktatúrák áldozatainak emléknapján. Bernát atya eszmeiségét, munkásságát örökre megőrizzük. A kereszténydemokrata néppárt tavaly ünnepelte alakulásának 75. évfordulóját. Ebből az alkalomból adta ki a Barankovics István Alapítvány ezt a kötetet. Méltó erre a megemlékezésre, illetve a könyvbemutatóra Almás Kamarás. A kereszténydemokrata néppárt 2019-ben ünnepelte 75 éves fennállásának ünnepét, és állíthatjuk azt, hogy ma az egyetlen történelmi párt, gyakorlatilag működő történelmi párt Magyarországon, illetve egyetlen történelmi párt a Magyarországgyűlésben. Hogy ez így lehet, az köszönhető annak, hogy az egyház társadalmi tanításának, amely több mint 120 esztendeje a mindennapi életünkben ott van, amely a megfelelő szellemi hátteret biztosítja ehhez. Köszönhető ez elkötelezett keresztény embereknek, akik az egyház tanításának megfelelően életükkel, munkájukkal minden nap tanúságot tesznek, akár politikusként is, és köszönhető kiemelve most közülük azokat, akik ebben a könyvben is bemutatásra kerültek. A Modern Magyar Katolikus Politizálás arcképcsarnoka című könyv nagyon fontos kiadvány. Fontos, mert rengeteg fölösleges és hamis információ van a közgondolkodásban, amit a helyére kell tenni. Nehéz eligazodni ezek között a dolgok között az embereknek, és ez különösen igaz a mindennapi politikai életre is. Ezért fontos, hogy rámutassunk azokra az alapokra, amelyek segítenek eligazodni, amelyre lehet építkezni. A könyvnek tavaly november végén volt a bemutatója Budapesten, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, amelyen szerencsém volt nekem is ott lennem. Fontosnak tartottam, hogy erre Békés megyében is sor kerülhessen.
Köszönetet szeretnék mondani Kisrigó László püspök úrnak, Latorszai János alelnök úrnak és Miklós Péter történésznek, hogy ezt a közreműködésükkel az ő jelenlétükben tehetjük most meg. A helyszín talán egy kicsit szokatlan, hogy miért nem a megyeszékhelyen vagy valamelyik nagyobb városban tartjuk meg ezt a sajtónyilvános könyvbemutatót. De, ahogy is ez itt elhangzott, Károlyi Bernát, aki a könyv egyik bemutatott személye, indokoltá, sőt, természetessé teszi, hogy ezt a könyvet itt mutassuk be az ő szülőfalujában. A megjelentek megtekintették a Hét vértanú című filmet, melyben a ferences vértanúkról, köztük Károlyi Bernátról emlékeztek meg. Ezt követően pedig a ferences szerzetes pap életútját lehetett megismerni a helyi diákok tolmácsolásában. Gyöngyösön 1913-ban örök fogadalmas szerzetes lett. Pappá 1945. január 15-én Szmrecsányi Lajos egri érsek szentelte fel. Egyházi szolgálatát Baján kezdte, hitszónok, majd kollégiumi helyettes, prefektus volt, több vallási társaság, Szent József Társulat, Páduai Szent Antal Imaegyesület, Élőkereszt Társulat vezetője. Az első világháború utolsó két évében Budapesten és Széchenyben tábori lelkészként dolgozott. 1918 után előbb szatmár németiben hitoktató, később Dunaföldváron, Jászberényben és Kecskeméten a ferences kolostorokban élt. 1928-ban vette át a kapisztrán Szent János rendtartomány harmadik rendjének igazgatását. 1929-ben hittérítő munkára jelentkezett, a kínai Pekingbe utazott. Missziós iskolát alapított, 2000 szavas magyar-kínai szótárt szerkesztett. Munkája elismeréseként 1936-ban a Pekinghoz tartozó missziós terület generális helyettesének nevezték ki. Két esztendő múlva betegsége miatt hazatért. Magával hozott egy árva fiút, Tomit, akit a rend által keresztény szellemben nevelt. Károlyi Bernátnak Almáskamaráson, Eleken és Békéscsabán még élnek vérszerinti leszármazottai. Vácott, megyés püspök helyettes, a ferences nyomda igazgatója, a zárda és a nyomda vezetője lett. 1939-ben a pasaréti kolostorba helyezték, helyettes házfőnök megbízatása mellett szerkesztette az Isten dalosai című ferences missziós lapot is. Két évvel később kecskeméti házfőnöknek választották meg, és a magyar-kínai misszió provincia gondnok helyettese lett. 1942-től kiadja kínai útján írt naplóit. Tomi Almáskamaráson is járt, hiszen Károlyi Bernát révén rokoni szálak fűzik a temesvári családhoz. 1946-ban Budapest Pasaréten lett házfőnök. Igazgatása alatt létesült a ferences misszió központi székháza. 1944-ben a rendházban a nyilasok elől bujkáló katonatiszteket és civileket rejtegetett. Menedéket adott Vörös János honvédelmi miniszternek is. 1945. július 26-án demokrácia ellenesség vágyával letartóztatták, pár napra őrizetbe helyezték. 1947-ben a Demokrata Néppárt képviseletében szerzett mandátumot a Pest, Pilis, Solt, Kiskun és Bács-Bodrog választókerületben. Mandátumát igazolták, de 1947. szeptember 17-én bejelentették lemondását megbízatásáról, mert sem Péteri József, Váci püspök, sem a ferences rend provinciálisa nem engedélyezte politikai tevékenységének folytatását. Egy ideig még vezette a DNP kecskeméti szervezetét. 1948. március 12-én egy 1946-ban elhangzott Lajos Mizsei beszéde miatt a demokratikus államrend és vezetői a földbirtokreform és a zsidó felekezet elleni izgatás címén 7 hónapi börtönbüntetésre ítelték, de ez nem emelkedett jogerőre. 1949. november 28-án az AVH letartóztatta. Angol kapcsolatai miatt kémkedéssel vádolták, Vácot internálták,
majd a gyűjtőfogházba hurcolták. Kínzások és embertelen körülmények között raboskodott. Jéghideg, szellőztethetetlen cellában őrizték, éheztették. Betegségét nem gyógykezelték. A szenvedéseket türelmesen viselte, a börtönben érte a halál. 2011-ben a magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány megbízásából készült egy dokumentumfilm Krisztusért adott hét élet címmel, hét ferences vértanú, köztük Károly Bernát életéről, amit az előzőekben megtekintettünk. Tiszteletére minden évben megrendezzük a Károly Bernát emléknapot. Excellenciás és főtiszteletdő püspök atya, tisztelt kormány megbízott úr, megyei alelnök úr, úgyis, mint a megyei választmányunk elnöke, polgármester úr, tisztelt egyházi és világi előjárók, tisztelt megjelentek, ünneplő közönség. Úgy hiszem, hogy ez a kis rövid film egy nagyon egyszerű metszetet emelt ki mindabból, ami a II. Világháború utáni ország megszállás időszakának mártírom sorsát illette. És hogy ebből az egyház mennyire kivette részét, mi sem bizonyítja jobban, mint ez az első hét mártír kifejezést és címet viselő film. De ennek mi ezt a filmet nagyon köszönettel néztük, mert nagyon ráhangoló és nagyszerű film volt, de a feladatunk ma mégis egy másik műnek a bemutatása, egy irodalmi alkotásnak a bemutatása. A 19. század végén különösen a Rerum Novarum pápai encikla 1891-es kiadása időszakában Európa szerte egyre több hívő keresztény fordult a politika felé, és kezdett foglalkozni azokkal a társadalmi eseményekkel, igazságtalanságokkal, szociális és gazdasági problémákkal, melyeket az akkori politikai elit igyekezett elhallgatni. Közös volt bennük, hogy már ekkor megérezték, hogy a kommunizmus hangzatos szavai mögé valamiféle más rejtett valóságtartalom támult. Ezek az emberek azt is felismerték, hogy a kereszténység nem csak hitrendszer, hanem világnézet is, kulturális szemlélet és hitrendszer, társadalmi alapvetés, amely gyakorlati útmutatást jelent az élet minden területén. A grófoktól a szegény sorsú emberekig, a klérustól a laikusokig, a tudós professzoroktól a nép egyszerű fiaiig sokan tették magukévá ezt a világlátást. Közülük is kiemelkedő magyar személyek voltak, olyanok, akik életútját a modern magyar katolikus politizálás arcképcsaluka, vagyis ez a könyv, amely itt a mai napon bemutatásra kerül, részletesen megismerhetjük, amelyik alkalmat ad arra, hogy életüknek legfontosabb mozgatórugói valamennyiünk számára példaként szolgálhassanak. Többségük 1944-ben részt vett a Barankovics István vezetett Demokrata Néppárt megalakításában, vagy éppen szellemi iránytűként segítette azoknak a munkáját, akik nyílt politikai szereplést vállaltak a két diktatúra szorító ülésében. Se fasizmus, se kommunizmus, se szabályok nélküli szabadság, se rablógazdálkodás, se kollektivizmus vallották. Lényegében valami harmadik utat kerestek az akkor rendkívül módon polarizálódott világban. Ennek az útkeresésnek az egyik kiemelkedő tanúságtevője volt az itt már említett, itt Almás kamaráson született Károlyi Bernát ferences szerzetes. Bernát atya, mint hallhattuk, a politikai folyamatokba a nyilasok uralma idejében kapcsolódott be, és embermentőként múlhatatlan érdemeket szerzett. Az orosz front közelettével már Kecskemétre került, lényegében ő igazgatta a várost, hisz az élet akkor a kórház környezetében folyt, biztosítva a túlélés reményét.
Kínában szerzett missziós tapasztalatai révén pontosan tudta ugyanis, hogy a magukat felszabadítónak nevező szovjet seregek valójában hódítók, akik nem tisztelnek sem Istent, sem embert. A kezdetektől fogva szembe helyezkedett a kommunista propagandával. Az 1947-es országgyűlési választásokon a Demokrata Néppárt színeiben mandátumot nyert, de mint ahogy azt hallhattuk az iménti rövid életrajzi ismertetőjében is, egyházi felettesei kérésére arról lemondott. A megtorlást azonban így sem kerülhette el. 1949-ben az AVH letartóztatta, majd koholt vádak alapján brutális kínvallatásokat követően elítélték. Az elszenvedett kínzások és az embertelen körülmények miatt a börtönben kiújult betegségek következtében a rabkorzásban hunyt el. A végső feloldozást is csak egy elkötelezett ápolónőnek következtően tudta megkapni, hiszen, mint hallhattuk a ferences rendtartományfőnöknek a beszédéből, vagy a filmbeli részletéből is úgy mentették be hozzá azt az atyát, aki feloldozta, és aki oltári szentséggel el tudta látni. Károlyi Bernát atya igen aktív ferences szerzetes volt, aki számos nehézséget és konfrontációt vállalt. Az embereken való segítés és az odaadó lelkület jellemezte mindig, minden körülmények között hivatását. Több alkalommal elmenekülhetett volna, hisz javasolták is neki, hogy hagyja el az országot, a lehetőséget is biztosították volna, de ő itt maradt, kitartott, haláláig védve a rábízott nyájat. Azt hiszem, nehéz lenne barátjánál, Barankovics Istvánnál jobban jellemezni őt, aki így írt róla: Bernátban megtestesült az a ferences szellem, amely a nagy dolgokat hősi gesztusok nélkül cselekszi, s a jót, még ha halálos veszéllyel jár is, olyan egyszerűen teszi, mintha csak egy karés szelet kegyeret szelne a szegényeknek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Bernát atya tragikus életútja sajnos közel sem egyedülálló. Hasonló sors adatott számosoknak, azoknak is, akik előtt ma a bemutatásra kerülő könyvvel tisztelünk. Elhallgattatás, kényszerű emigráció vagy halál. A kommunista diktatúra a kereszténydemokrata politikának jó négy évtizedig még csak esélyt sem adott. A rendszerváltás folyamata hozta el az újrakezdés lehetőségét. 1989-ben kereszténydemokrata néppárt néven újjá alakult az egykoron Barankovics István vezette demokrata néppárt. Ezt azonban már kevesen élhették meg azok közül, akik a két istentelen diktatúra halálos harcának idején életüket is kockáztatva próbáltak egy keresztény értékeket teremtő útra vezető társadalmat kialakítani. Akiknek ez megadatott, hogy csak néhány nevet említsek: Keresztes Sándor, Kovács K. Zoltán, Mateovics Ferenc és Varga Laci bátyánk korukat meghazudtoló lendülettel és valami fiatalos hévvel kezdték meg az újjáépítést. Az 1992-es Gödöllői kongresszuson megszületett a párt hivatalos programja, amely már egy 21. századra készülő modern párt cselekvési terve volt, ugyanakkor folytatása a Demokrata Néppárt által fél évszázaddal azelőtt lefektetett elveknek és megoldásoknak. Az azóta eltelt közel három évtized alatt a Fidesz-szel létrehozott pártszövetségnek köszönhetően számos célkitűzést sikerült megvalósítanunk. Csak néhányat kiemelve. 2011-ben megszületett az új alkotmány, a kereszténydemokrata szellemiségű alaptörvény. De sikerült egy olyan gazdaságpolitikát is kialakítani, mely az uralkodó neoliberális szemlélettel szemben nem fogyasztókat és piaci szereplőket, hanem embereket lát a döntések meghozatalakon. A családi adózás bevezetésének,
az anyasági és otthonteremtési támogatások körének bővítése és más hasonló juttatásoknak köszönhetően pedig hazánk a családtámogatási célokra GDP arányosan, az a nemzeti termék, nemzeti össztermék arányosan az Európai Unió legtöbbet fordító államai közé került. Megteremtettük az iskolai hitoktatás feltételrendszerét, és jelentős összegekkel támogatjuk a hazai egyházakat is, hogy azok az oktatásban, a szociális ellátásban és a társadalom újraformálásában is betölthessék történelmi szerepüket. Mindezek az intézkedések, tisztelt hölgyeim és uraim, azt mutatják, hogy nem csak a szavak, hanem a tettek szintjén is keresztény-demokrata alapokon álló kormányzás van ma hazánkban. A KDNP legfontosabb feladata pedig ebben az együttműködésben, hogy hitelességét megőrizve képes legyen egy, a keresztény értékek és az egyházak társadalmi tanításán alapuló politika érvényre juttatására, amely iránytűként szolgál a legnehezebb kérdések megválaszolása során is, legyen szó akár országépítésről, akár a teremtett világ megóvásáról. Ebben a felelősségteljes és nem egyszerű munkában szerencsére van kire támaszkodnunk, hiszen komoly és működő sok helyen már csak egyedül működő pártszervezeteink vannak, de úgy gondolom tanulnunk kell nekünk és valamennyiünknek azoktól is, akik a ma bemutatásra kerülő könyvből életükkel, munkásságokkal példát adnak. Mert példát kell merítenünk, megalkuvás nem tűrő, erényes életükből, miként az Barankovics István írta Bernát atya halálhíréről értesülve, lelki békéjüket, nincs is hatásosabb ima, mint követni őket. Tehát cselekedjünk ennek megfelelően, emelt fővel viselni saját keresztünket, és örömmel megélni életünk minden pillanatát. Itt Almáskamaráson is úgy látom, él ez az életérzés, és az emberek azzal, hogy megadják a páternek, Bernát atyának a tiszteletet, emlékeznek rá tulajdonképpen a hétköznapokban életük formálásával, azt az utat példázzák, azt követik, ami a jövő irányába vezet. Isten értesen valamennyiüket, köszönöm, hogy mindezt elmondhattam önöknek. Főtisztelendő püspök atya, alelnök úr, elnök urak, polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt emlékező közösség, hiszen emlékezünk Károly Bernátra, és emlékezünk azokra a kereszténydemokrata, a katolikus és a kereszténységet a közéletben, a társadalmi életben megjelenő szereplőkre az elmúlt 100-120 esztendőből, akikről ez a kötet szól. Nem önmagában és a levegőben lóg ez a kiadvány. Hosszú évek kutató munkájának és a kereszténydemokrata néppártnak, valamint a Barankovics István alapítványnak az emlékezetpolitikai tevékenységének az eredménye, hogy 14 életrajz most napvilágot láthatott a 75 éves a kereszténydemokrata néppárt sorozat keretében. Meg kell említeni a Barankovics István alapítvány mellett működő kereszténydemokrata tudásbázist, amely online elérhető, eredeti szövegeket Barankovics Istvántól, Bálint Sándortól, Giszvány Sándortól, Kovrig Bélától és még sok más kereszténydemokrata ideológustól tartalmaz. Ezen kívül a Demokrata Néppárt Barankovics István szerkesztette Hazánk című lapjának valamennyi példányát. Meg kell említeni Petrás Éva történészasszonyt, a Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának munkatársát, aki ezt a kötetet szerkesztette, hiszen 10 dolgoztunk ezen a könyvön, hogy 14 modern katolikus közéleti szereplő politikus életrajzát közreadhatjuk. És természetesen a Barankovics István Alapítvány elnökét, Mészáros professzor urat, kormánybiztos urat, aki hosszú éveken keresztül munkálkodik a kereszténydemokrácia szellemi gyökereinek föltárásán és méltó módon való közreadásán. Mitől modern a kereszténydemokrácia, és miért adtuk ezt a címet ennek a kötetnek? Elsősorban azért, mert
Napjainkban divatos értékeket és eszmei irányzatokat, amelyeket a baloldalhoz vagy éppen a liberális gondolkodáshoz vagyunk hajlandóak kötni, azokat a keresztény politika, a katolikus politika szűkebben értelmezve, hiszen Magyarországon a katolicizmus a legnagyobb lélekszámú felekezet az 1800-as évek óta, mióta elvesztette államvallás jellegét, már régóta hirdeti. Ilyen például a keresztény feminizmusnak nevezett tartalom, amely a nők társadalmi megbecsülését, az anyaság, a családot összetartó feleség szerepének az elismerését, megbecsülését, fölvállalását és a társadalmi szinten is való megjelenítését fölvállalja. Nem az esélyegyenlőség és nem a női egyenjogúság jegyében, hanem a család, amelyben Krisztus is élt, Mária és József családjának követése nyomán. Vagy a hagyományosan liberálisnak, sőt, neoliberálisnak elgondolt környezetvédelem vagy klímatudatosság oly divatos kérdése, az 1800-as, 900-as évek fordulóinak pápai megnyilatkozásai alapján az Isten által teremtett világ megbecsülése, annak az adományainak és az értékeinek az őrzése és továbbadása tanításából merül, és ezt már nagyon hamar a 20. század elején a katolikus közéleti cselekvők fölvállalták. Erről szóltak publicisztikák, erről szóltak előadások, és ezt jelenítették meg már az első katolikus politikusok az 1890-es években. Hiszen az első ilyen katolikus társadalmi mozgalom és politikai párt a Néppárt volt, amely az 1890-es években jelentkezett, és ami az első modern magyar politikai párt volt. Nem csak amiatt modern a keresztény demokrácia, hogy napjainkban idézőjelben föltalált értékeket, a nőiség társadalmi principiumának elismerése, vagy a teremtett világ védelme vállal, hanem hogy modern módszerekkel, sajtóval, propagandával, nemzetiségi nyelven való kiadványokkal, hiszen a szlovák, a horvát és a német nyelvű magyarországi nemzetiségek érdekképviseletét elsőként vállalta föl a katolikus elkötelezettségű Néppárt a 19-20. Század fordulóján. Ennek volt nagy alakja a könyvben is szereplő Zichy Nándor gróf. Az egész Zichy család egyébként a katolikus szakszervezeti mozgalomban, a katolikus tömegmozgalmakban és a keresztény politikában jelentős szerepet vett. De itt van ebben a könyvben olvasható az életrajza, tízünk életrajzainak egyikeként, Slakta Margit tevékenység. Az első női parlamenti képviselő, aki szerzetes nővérként vállalta föl az elesetteknek a védelmét, vállalta föl a nőknek a védelmét, a megbetegedett, állásoktól megfosztott, vagy éppen lányanyaként élő nőknek a védelmét, és vállalta 1944-45-ben az üldözött zsidók védelmét, 1946-47-ben a kitelepített németek védelmét, vagy kitelepítendő németek védelmét, és vállalta a felvidékről kitelepített, elűzött magyaroknak az érdekképviseletét, és ezért aztán a megkülönböztetés és az üldöztetés lett az osztály része. De ebből a kötetből megismerhetjük a Demokrata Néppárt programadó politikusainak életrajzát is, így Baronkovics Istvánnak a tevékenységét, aki nem csak főtitkára volt a Demokrata Néppártnak, de valóban programadó ideológusa, a Hazánk című lap első néhány számának szinte kizárólagos szerzője. Azt gondolom, az ő gondolatai 70-75 év távlatából is hatnak, és alapvető értékközvetítő szavakként olvasandók a mai keresztény közéleti, vagy éppen kereszténydemokrata közéleti szereplők számára is. Vagy Bálint Sándor, a tiszteletre méltó néprajztudós és művészettörténész, aki egész életét a magyarság és a katolicizmus szolgálatába állította, és akinek boldoggá avatási eljárása folyamatban van. De megírták a kollégáim, és megírtuk ebbe a kötetbe olyan napjainkban is ható közéleti szereplők életrajzát, mint mondjuk Varga Laci bátyánk, aki a kereszténydemokrata néppártnak a baronkovicsi gyökerekhez való visszatérésében vállalt kiemelkedő szerepet, vagy az általam nagyra tartott Kovácská Zoli bácsi, aki emigránsként, nagyon fiatal, 20 éves parlamenti képviselőként, és aztán a rendszerváltozás után egyfajta tanácsadójaként, vagy szellemi atyaként működött a Demokrata Néppártnak, később a Kereszténydemokrata Néppártnak. Modern párt, a Kereszténydemokrata Néppárt, modern politikai törekvés a
politikai katolicizmus, vagy egyáltalán a keresztény értékeknek, a keresztény társadalmi tanításoknak a megjelenítése a társadalmi diskurzusban, akár az oktatás szinterében, vagy akár ilyen kiadványokkal. A keresztény demokrata néppárt, és itt a kommunizmus emléknapja kapcsán fontos megemlíteni, nem csak, hogy az egyetlen történelmi parlamenti párt jelenleg, hanem egy olyan párt, amely a náci megszállás és az embereket üldöző, megkülönböztető, a zsidókat és keresztényeket épp úgy ellenségének tekintő nácizmus ellen, egy szörnyű eszme ellen jött létre, hogy aztán a képviselőit és a reprezentánsait egy másik szörnyű eszme, a megszálló szovjetek által képviselt kommunizmus üldözze, sokan estek ennek áldozatul, éppen Károlyi Bernát is, akinek a szülőfalujában vagyunk. Nem csak azért indokolt Almás Kamarás, hogy polgármester úr által felvetett, vagy elnök úr által felvetett kérdésre reflektáljak, mert itt született az a Krausz Ádám, akiből aztán Károlyi Bernát vértanul lett önmagában. Ez is érdekes spirituális út, hogyan lesz valakiből, békési sváb gyerekből egy kínai missziót is vállaló, az egyház egyetemes jellegéért és a keresztény szabadságért kiálló közéleti szereplő, pártot szervező és parlamenti választásokon induló aktív tevékeny ember, aki aztán életét adja a gondolataiért, a kereszténységért, a magyarságért, a nemzeti függetlenségért. Hanem azért is, mert 1947-ben, amikor a legerősebb parlamenti erő, ellenzéki parlamenti erő a maga 16%-ával a demokrata néppárt, akkor a társadalmi bázisa az éppen a katolikus vidéknek a lakossága. A képviselőknek több mint fele csizmás, gazda képviselő a demokrata néppárt 1947-es csoportjából. Ezt nem csak az életrajzokból, hanem mondjuk a fényképekből is látjuk, hogy nem pantallós, öltönyös úriemberek, azok is vannak, hanem csizmás, begombolt ingű parasztemberek, elsősorban a Dunántúli választókerületekből, de bizony a katolikus gazda réteg volt a legnagyobb társadalmi bázisa a demokrata néppártnak. Kovácskás Zoli bácsival beszélgetve több interjút készítettem vele a koalíciós évekről, mindig hangsúlyozta, hogy nem annyira egyházias, mint inkább agrárpárt volt a demokrata néppárt, ezért is tudta a oly népszerű független kisgazdapárt voksolóinak, szavazóinak egy részét átvenni és a hiteles polgári politikát képviselni 1947 és 1949 között, amíg a diktatúra meg nem szüntette a működését, és 1949. februárjában szétszóratásra ítéltetett. A Magyarországon maradtakat beperelték, megfigyelték, az emigránsok pedig külföldön próbálták a magyar szabadság ügyét fölvállalni és képviselni. És hát nem olyan messze, bár nem a kereszténydemokrata néppártban, de ellenzéki keresztény párt képviselőjeként a Horthy korszakban, a 40-es években, 50-es években, 56-ban is független katolikus pártot szervező Reibel Mihály Eleki plébános, aki évtizedeken át Békés megye törvényhatósági tagjaként képviselte az Eleki és Elek környéki embereket, és aki nagyon határozottan állt ki, háromszor hallgatták ki, verték össze, állt ki a németek kitelepítése ellen, elsősorban ugye az eleki svábok mellett. Tisztelt Hölgyeim, Uraim, modern dolog a katolikus közéleti szereplés, modern dolog a keresztény demokrácia. Ez a 14 életrajz 10 kollégámmal készített közös könyvünk, én azt gondolom, hogy ezt megfelelő módon bizonyítja. De nem létezik modernitás hagyomány nélkül, és nem létezik modernitás anélkül, hogy ne lennének szilárd alapjai és gyökerei. A keresztény politikának ez mégiscsak nem csak a keresztény egyházak társadalmi tanítása, hanem az evangélium, és hát ugye az egyházakban, vagy éppen a Szentírás szövegében működő, és azon keresztül ható krisztusi jelenlét. Említettem, hogy keresztény politikusokkal a szocializmus megélt, vagy megszenvedett lelkészekkel, papokkal, püspökökkel készítettem interjút az elmúlt évtizedekben, a korszakkal foglalkozó történészként. Az egyik ilyen volt Katona István püspök, aki Váci majd egri segédpüspökként tevékenykedett, 3 évvel ezelőtt ment nyugdíjba, az utolsó tevékenykedő, aktív, legidősebb püspök volt, közel 87 éves korában
került nyugdíjazásba. Vele készítettem interjút a Csanádi Egyházmegye szocializmuskori történetéről, és Katona Nándorról, későbbi püspöki igazgatóról mesélt, aki a 40-es, 50-es években többször is került börtönbe. És azt mondta, hogy azért az ÁVO börtöneibe is megvesztegethetőek voltak az őrök, tiszta ruhát, rózsafüzért, mindent be lehetett engedni. Egy dolog ellen nagyon tiltakoztak, hogy bármiféle kenyeret, vagy szőlőt, vagy bort vigyen be, hogy ne tudjon szentmisét mutatni be a börtönben Katona Nándi atya. Hát Katona István püspök úr azt mondta, hogy bizonyára azért, mert ezek az emberek a sátán szolgái voltak, az ellen pedig a legjobb gyógyír a szentmise. Nem tudom, hogy így van-e, de a kommunizmus megbukott, a nácizmus megbukott, az államszocialista diktatúrák megbuktak. Szerencsés módon az egyházak működnek szabadon Magyarországon, és szerencsés módon a keresztény tanítás, társadalmi tanítás, közéleti politikai reprezentálása az lehetséges. És azt gondolom, hogy a mai politikai szintéren ennek a leghitelesebb képviselője a Keresztény Demokrata Néppárt. Szeretném elmondani önöknek, hogy Almás Kamaráson az elsők között 1994-ben alakult Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyula, Elek és Mezőberény mellett. Mint alapító, nagyon büszkén tekintek vissza az elmúlt 25 évünkre. Hogyan is kapcsolódunk mi a mai nap eseményéhez? Hát sajnos úgy, hogy a mi elődeink is a kommunista diktatúra áldozatai voltak. Ők már nincsenek köztünk, de mi még itt vagyunk. És mi nem csak az ilyen kiemelkedő napokon, hanem a hétköznapjainkban is megéljük hagyományainkat. Ehhez nagyon sok támogatást kapunk, hiszen így tudunk mi nyelvet oktatni, élni, létezni Magyarország is vágként. És ha segítséget kapunk, akkor ezt a segítséget illendően meg is szoktuk köszönni. Engedjék meg nekünk, hogy ez történjék most is. Az Almáskamarás Német Nemzetiségi Önkormányzat német nemzetiségi díjat adományoz dr. Kisrigó László, Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke részére magas színvonalú munkájáért, a német nemzetiségi nyelv ápolásáért, a német hagyományok kulturális értékeink megőrzéséért. Megkérem tisztelt püspök urat, nagy tiszteletű püspök urat, fogadja el tőlük ezt az elismerést. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Kérem, fogadja el ezt is tőlünk. Igen, majd segítünk.
stílszerűen úgy köszönhetnék most olyan módon, amire talán emlékeznek még néhányan, dicsértessék a Jézus Krisztus, megbukott a kommunizmus. Azt szokták mondani, hogy szinte közhelyszerűen azért kell emlékezni, hogy többé ilyen tragikus borzalmak ne fordulhassanak elő. Ez csak részben igaz, mert sajnos akármennyire emlékezünk, ilyen, mint amire ma emlékezünk, és hasonló tragikus, kegyetlen tragédiák azóta is előfordulnak, hál' Istennek felénk már nem annyira, de a világban nagyon sok helyen a mai napig. Igazából azért kell emlékezni, két szempontot mondok, mert igaz az történelmi távlatokban is, ami a fizikában igaz, az anyag vagy az energia megmaradásának a törvénye. Akik bármikor, bárhol fölöslegesnek tűnő, elpocsékolt erőnek tűnő áldozatot hoznak, szenvedésükkel, akár az életük áldozatával is, bármilyen valódi értékért, mint a haza, a közösség, valódi értéke, a keresztény hitük, az soha nem tűnik el, az megmarad és kamatozik az utókor számára. Például, hogy mi szabadságban és aránylag jólétben élhetünk, az többek között Károlyi Bernát és társainak, az áldozatának is köszönhető. Ezért hálával tartozunk. A mai helyzetünkért hálával tartozunk nekik is. A másik szempont pedig, hogy sajnos valljuk be, ma a szabadságunkban, a viszonylagos jólétünkben egy kicsit elkényelmesedtünk, és őszintén szólva a mai ember, korunk embere, mi magunk is, a töredékét sem hoznánk meg áldozatnakként bármilyen jó ügyért, a hazáért, a közösségért, hitünkért, mint amilyen áldozatot és szenvedést ők bátran képes voltak meghozni. Tehát szükségünk van az emlékezésre, hogy a példájukat világosan lássuk, és sokkal könnyebb körülmények között, de kövessük is. Ezért most hálából az ő áldozatukért, és erőt kérve, hogy a példájukat mi most követhessük, imádkozzunk úgy, ahogy Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Ezekkel a gondolatokkal kérem a mindenható Istent, hogy áldja meg a jelenlévőket, mindannyiunkat, emlékezőket, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A megjelentek megkoszorúzták a kommunista írában megkínzott, majd a börtönben elhunyt Károlyi Bernát emléktábláját. Ezután a róla elnevezett általános iskolában megtekintették az emlékkiállítást, majd az intézmény német nemzetiségi tánccsoportjának műsora zárta az eseményt.